Na hát, sziasztok gyerekek! Én itt Robi vagyok. Hát most csak egyedül vagyok, mert a haverom az visszament, a Norbi az visszament Komlóra. És hát, igen, hát én most egyedül leszek itt ebbe a videóba. És hát még a kertünkbe vagyok. Tényleg nincs itt a Norbi. És hát igen, ne nézzétek ezt a nagy füvet. Nem kaszáltuk le még, szóval, ja, nézzétek el, és jaj, majdnem elestem, sok téglával. Na és szóval, kimegyünk a rétre, alattunk van, ott van hát, várjátok, és vissza kell mennem, szóval, itt van a kiárat, és arra be kell menni, és ott lesz a rét. És nézzük meg, mi van kint. Ja. Megnézzük, és jó van. Ha nincs kint semmi, akkor viszont... Jaj, de nagy a fű. Akkor viszont... Várjátok, nagyon nagy a fű, nem bírok menni. Akkor... Hát valami helyszínre el fogunk menni. Ezt még én sem tudom, hogy milyen helyszínre, szóval ez még nekem is meglepetés. Majd még gondolom addig. Milyen helyszínre menjük? Nem tudom. Majd kimegyünk a patakhoz. Bár itt, hát ugye oda is kimehetünk, aztán nekem aztán több mindegy ott. Hát akkor lehet gyerekek a patak lesz a célpont, vagy pedig innen kisétálunk a másik hithoz. Szóval, ja, szereztem be egy picskát, így van, ez egy ilyen. Majd a szalonna, mindegy szalonna tettem, és ja, hát most ez én áram maradt, és ja. Hát, oda akarok elmenni oda akarok elmenni, akkor ma akkor innen nem kell annyira, hát azért, de sokat kell sétálni, és hát akkor oda megyünk, mi azért, jobban ismerem, mint a helyszín, mint ott lent. Igaz, ott is voltam már nem egyszer, nem kétszer, de... Jelenleg itt láttak lent 3-4 bikát. És ez szarvast elvileg. Nem tudom. Norbi is azt mondta, hogy látott egyet vagy kettőt. Ja. Meg a apának a haverja. Itt látok, ott a hídnál, egy kicsit itt még az ilyen füvesen, ott volt még bika. Szarvas. Ja. Hú. Már most elfáradtam, mert hosszúan drágó vagyok, mert úgy volt, hogy menjünk reggel dolgozni apámmal, de nem mentünk, mert nem jött érte a főnöke, szóval vagy ki el, nem tudom. Minden nem jött érte. Értünk. És még hát most is várjuk, szóval, ja. Azt mondta apja, hogy bármikor jöhet. Szóval igen. Jaj, megszólt valami. És gyerekek, azért maradt el az egyik videó, mert tervben volt, hogy csinálunk egy videót, de azért nem csináltuk meg, mert hogy is mondjam, Norbinak nem volt ott a telefonja, és meg én sem akartam azt kirakni nagyon, nem látom semmit, meg amúgy most sem fogunk, de ezt ki akarom rakni, mert már régóta nem volt videó, és hát szerintem vagy látom, vagy nem, ez benne van a vad figyelésben, meg ja, természetet járjuk végül is. Ja. És
képzeljétek el, kilyukadt a cipőm, mentünk ott a, oda az omlok, ott a fehér résznél, ott valahol, a, mi az, napraforgósba, és nézzétek meg, kilyukadt a cipőm, és lejött ott kicsit ott a rész, a talpán a része. Amúgy nem fáj, ha valamivel belelépek, mi semmi, csak hogy... Ja. Kicsit ez így nem jó. Szóval, ja. Hát és ez sajnálom nem ment ki ez a videó, pedig nagyon jó szórakoztunk. Meg ilyen. Szóval, ja. Ott az az egy cica. Megnézzük a cicát. Szerintem úgyis el fog kapni. Meg, ja. Ja, és... Ez lehet, hogy egy spoiler, de ja, hát az a baj, holnap suli, és hát kb. Ilyen szombat, vasárnap fog egy olyan videó kikerülni, hogy elmegyünk, és elmegyek horgászni. Hát ma is voltam, hát nem azt mondom, hogy brutális nagy halak vannak, mert nincsenek olyan nagy halak. Kb. Ilyen, várjatok, nem bírom így megmutatni, de azért kb. Nem tudom így. Hát azért így ekkorák. Jó, vannak nagyobbak is nyilván, kicsiben nagyobbak. Hát de most patak, mit várunk tőle, ki volt eddig száradva most. És nem várhatok tőle nagy halakat, szóval igen. Meg ugyanúgy apám haverjával el fogunk menni Pécsváradra horgászni, tóra, szóval abból nagyon jó videót fogok csinálni, és hát megpróbálok csinálni videót. Nyilván ugye hétfőtől vagy hétfőtől péntek szombatig valahogy így leszünk, vagy lehet egy kicsit vagy tovább, vagy kevesebb napot. Szóval, hát mindegy, meglátjuk, de az biztos, hogy egy napot biztos, hogy ott leszünk. Az 100%. És ja, hát akkor majd lesz ilyen horgászos videó is, mint a vadkalandban, tudjátok. Ott Tamás horgászik, a Tomi, és Zoli, vagy Zoltán. Az pedig vadászik. Hát én most a Norbival mind a kettőt szeretjük, szóval vadászatot meg a horgászatot is, szóval hát ez így tök mindegy. De ja. Ma is a Norbival voltam kint pecázni, és fogtunk halakat, pár darabot, egy vagy két nagyobbat, meg kettő kisebbe, és majd megmutatom. Mondták nekünk itt, nem tudom milyen KFT, vagy nem KFT, nem tudom, hogy minden nap tesznek bele vizet a ti árokba, ilyen rendes ilyen árok, nem ilyen, ami folyik, tudjátok, nem egy árok, na. És minden nap tesznek bele vizet, és el van zárva, hogy ne tudjon kifolyni mind a két oldalt. És mondták, hogy engedjük bele azokat a halakat. Mondom, jó, van bele, engedjük bele. Akkor adtunk neki gigilisztákat, ami volt nálunk, meg csonti. Meg azt mondták, hogy nálunk úgyis lesznek, hogy se baj szereznek, vagy valami. És mondtuk, jó van, akkor engedjük be. Bejöket hármat, vagy négyet. Nem tudom már. Ja. Beengedtük, és amúgy, ha arra fogok menni, ahol beengedtük, megnézem, hogy kint vannak-e. Ha igen, akkor levideózom őket, hogy tényleg beengedtük őket. Mondjuk az a baj, van egy, hát kb. Egy ilyen kicsi, vagy nagyobb egy kicsivel. Az úgy a horogba, hogy nem szakállas, vagy hogy kell mondani, nem szakállas, hanem szakáll nélküli horog. Bele, hogy mondjam,
kapt, leúszta az úszót, vitte, és én meg kiúsztam. De nem is rántottam semmit, csak így ugye orsós a pecobotom, és így csak így kitekeltem meg. Nyilván ott volt a portnál, kiemeltem, és ja. És úgy akadt bele, hogy a hasába. A hasába vitte, vagy hogy mondja, nem tudom ezt. Ha minden hasá, hát itt alul volt a hasának, és óvatosan kiszedtem, de nyilván vérzett, akkor lefertőtlenítettük. És hát úgy, hogy ahelyett, hogy mondjuk. Az a baj, én Orbi ezt nem láttam, mert nálam, pedig ő is tudnám, meg tudnám mondani, csak egyrészt nincs itt, mert nem is látta. Mert úgy beszéltünk meg, hogy egy pecobot volt, ami az enyém, úgy beszéltünk meg, hogy aki fog halat, utána az jön. Na mindegy. És ő pecázott, én meg addig gyorsan lefertőtlenítettem egy kicsit, egy icipicit, és hát igen. Remélem, nem halt meg. Szóval igen. Jaj. Hamarosan ott vagyunk. Jó, eljöttünk onnan. Onnan valóban jöttünk. Szóval, ja. Onnan. Visszafele. Jó, sokat kell mesélteni. Mondjuk akkor az úton megyek, szóval. Bár nem. Nem tudom. Vagy lehet csak azt csinálom, hogy gyorsan. Várjátok. Kint vannak a fácának. Itt vannak ebbe a kicsi erdésbe. Túloldalon. Az a baj, nem bírok átmenni. Vagy de, majd ott. Jó. Kint vannak a fácának, hallottam. Dürgött vagy. Dürgés. Úgy hívják. Nem tudom, nem emlékeztem, hát így vadászattal foglalkozni. Tanulgatom. Na jó, tudom, az a dürgés, vagy igen. Ja. Hú, gyerekek! Úgy jöttem volna a rollerre is, és akkor az úton. Igaz, az hang... anyám! Lesérültem. Mi szúrt meg ennyire? Azt a... Jó, de fáj te! Jaj, de nagyon fáj! Emlékszed, itt tettem az almát. Nagyon finom volt az alma, köszi Tomi. Remélem megnézed ezt a jó kis videót. Remélem az lesz, tetszeni fog nektek. Jaj, már nagyon nagy a füve. Jöhetnének már vágni füvet. Az a baj, nem látok semmilyen állatot. Szó szerint. Mondjuk itt a túloldalon fácán dürgés van. Na, nem tudom, hogy dürgés, ja. És ja. De itt nincs semmi. És az a baj, most így este fele nem olyan akarok kimenni. Tegnap csinálhattunk volna tegnap is a videót, de hát itt buli volt itt a kultúrházba. Norbival, meg a unokanővéremmel, a Nórival, meg neki a barátnőivel. Már megint megszűrt valami. Azzal nagyon jól éreztük magunkat. Ja, mégis ilyen diszkó volt, meg minden. Na, kijöttünk a buliból, elmentünk le a játszóra. Ott beszélgettünk, mert nem lehetett, ott minden mindig szólt a zene. És hogy kijöttünk a kapun, nem bírtuk kinyitni a szemünket, mert ilyen fények voltak, meg, ja, és fájt a szemünk. Most is amúgy nagyon fáj még egy kicsit a szemem, de, ja. Ott a réti héja. Ja, ott. Ott száldogál a réti héja. Vagy léti héja? Mit beszélek én? Egerészőbb. Mit mondtam én? Léti héja. Megvan meg. Ez szúr. Ez itt.
Oly! Az egyrészt, hogy nem réti héja. Beszélek én itt nektek butaságokat. Jól átvertéte engemet. Te egyrészt, hogy ott repül. Nem tudom, megállok. Ott. Ez a nagy madár. Elég nagy madár vagyok én is. Amúgy kamera nem jön át, pedig közelebb van a híd. Kb. Így van a híd. Ja. És abba hagyták a dürgést, pont most kell abba hagyni, amikor már mindjárt itt vagyok a hídnál. Persze, ott a kamion. Majd egyszer oda is elviszlek titeket. És hát, ja, magammal hozlak titeket. Videón keresztül. Majd szerintem a Norbinak a bátyjával, vagy a Norbival. Elviszem. Mindegy, valamelyikkel elmegyek. Valamelyikükkel. És hát nem teljesen, nem úgy mondom, hogy nem az autópályára megyünk föl, hanem ott van egy kicsi rész. És hát van egy földesült, és az oda-vissza az autópálya fölé, ahol nem járkálnak autók. És ja, szóval ott semmi veszélyesnek. Na. Tele van ilyen szúrossal itt. Nem merek kicsiket lépni, mert fáj, ha megszúr. És jaj, és hamarosan szerintem amúgy ez lesz az utolsó ilyen. Hát azért még lesz itt szerintem egy jó pár videó, max 2-3, de szerintem több nem, mert volt olyan nagy volt a fű, nem tudtunk bejönni se a Norbival, se én egyedül. Szóval ez hamarosan el fog jönni szerintem. De azt mondom, nem én akarnám, mert amúgy innen hamarabb kiérek ide, mint a faluból, például az utat szerintem hamarabb gyalogoltam, és mennyi? 15. Hát, jó, de már ahol videóztam a kertünk hátsó részéből, szóval, ja. Jó, fáj. Már megint megszúrt. Ez a baj, nem nézek oda, és megszúr. Ahogy rám izélje magát. Beleléptem. Melyikbe? Hol vagy te? Beleléptem telibe. Mondom, nem nézek oda, és már belelépek. Elképesztő. Mondjuk egy baj van, én most idén nem láttam semmilyen szarvast. Én nem láttam. Szóval, ja. Jó, most itt, amikor videóztam, azt nem vettem fel, mert akkor kapcsoltam ki a kamera, és mondom, én most, hát bocsánat, lehet megharagszottok, de hát itt volt egy vadász, nem tudom, hogy hívják, az volt apámat ismert, és nagyon nagy bikát lőtt. És hát olyan jó nagy szarvas, egy kapitális méretű szarvast. Olyan nagy koronája volt, hogy csak na. Szemem már megint. De most figyeljte, itt van most, az is szúr, akkor várjatok. Mutatok egy másikat. És például itt van ez. Ez itt, ez a kicsi növény, amit most itt fogdosok. Na, ide lépek, ide mellé, és már megszűr. Hát ez hogy van? Honnan meg akar engem ez ölni? Ez ilyen szúrós növény. Ja. Megnézzük itt a patakot. Ugye itt folyik.
Mondtam már, hogy fáj a lába. Na igen, akkor még egyszer mondom, nagyon fáj a lába. Autópálya, itt vagyunk már. Jó közel. Remélem, ma nem fog semmi követni, mert utol, amikor itt volt ez a videó, ott abból a bokorból, ott valahol, valami odáig kikövetett oda, ahol már nem láttam, és van bokor, de nem annyira. De ki volt itt? Mit hagytok ezek itt, vagy mi? Üveg, hashtag üveg, 1, 2, 3, 4. 4 üveg, vagy 5. 4 vagy 5 üveg. Aha. Ez inkább nem nyúlok, mert benne van mosodarás részek. El sem tudom mi az. Még egy üveg. Jó sok keréknyom. El sem tudom mi. Hát ezt meg már tudom mi, patak. Ott is, ott van az üveg. Ó, köszönöm. Jó van, jó természet van, itt nagyon jó. Én azért nézem, hogy nincs itt valami lábnyom. Jó van, kerép lábnyom van az dögivel. Itt nincsen semmi olyasmi lábnyom. De mik ezek? Hát nézzétek, várjál, most elviszem. Paprika. Nem tudom. Banán. Mennyi banán helye van? De most kesztyű, mi ez? Papírsepi? Jó, semmi baj. Semmi baj. Jaj. Majd gyerekek, ha kiérek, vagy nem idáig elmenjük a pocsolyáig, addig nézelődök. Majd nem jöttök velem, én nem most nem fogok megvágni, és hát nem fogok, hogy most izélni. De nem tudom, én nem tudom. Ma nem vagyok képben. Oh. Mit szólnátok hozzá, gyerekek? Ha... Jaj, de nagy sáron itt. Mit szólnátok ahhoz, ha megbírnánk ott fogni egy kis halat, és ide bele tennénk. Szerintem jó mély itt a víz. És nézzük meg. Álljatok. Át kéne oda menni, valahogy vissza kell mennem, gondolom, hogy nem, átugrottam, ki vagy cselezve. Itt egy őzlábnyom, hátja, kisebb, nyilván, még ez kicsi volt, kis őzi. Na hát, igen, most benőtt ez már, várjatok, kiszedem belőle. Ez azért már nagyobb. Aha, hogy ez itt. Ez meg egy kicsi őzi. Ja. Ó, ez ennyire mélyed? Ó. Mi van? Ez jó mély ez a víz. De igen. Oha! Hát azért!
Aha! Jó van. Jó van. Csak figyelj, ha akarsz velem találkozni, úgy találkozhatunk, hogy gyorsan levideózlak, te nagy szarvas, és utána mehetsz a dolgodra. Jó nagy lábnyom volt. Ott is van egy kis őzé. Most figyelj, most megmutatom nektek. Látjátok, ez egy kicsi őzé. Amolyan nagy. Amúgy majd ma lehet, hogy visszajövök ilyen este fele, itt is őzi ott. Ilyen, majd most mennyi az idő? Bocsánat. 3:10, hát nem tudom. Nem tudom, hánykor fogok visszajönni. Majd a videóban meg fogjátok szerintem látni, sőt biztos. És ide, pontosan, hogy ide fogok kijönni. Most az, hogy ide hátra kirollerezek. És megnézzük, hogy mit találunk. Még ebbe is berakhatom, meg ebbe is. Ebbe is. Szerintem ez lesz a nyerő. Ez itt. Vagy pedig az itt, az itt. Vagy várjatok, hát én... Meterom. Gyerekek, nagyon nagy bika lábnyomok vannak, hogy szarvas. Nekem már bika. Azt higgyeljétek. Hát az ilyen sokkal. És hát nem olyan, nem nagyobb, max egy kicsivel. De az én nagyja most. Jó, tényleg vannak itt bikák. Szarvasok, na bikákat mondok, hát én, mi van velem? Oh, beleléptem a sárba. És pont azzal a lábam, ami ki van ködve a szépén. Mit szóltak, hogy berakom vele egyet? Amúgy nem, ugye vagy. Nem vagyok én olyan hülye. Így, aha. Azért már sok van, jó? Mekkora egy pocsolya, vágjátok. Régebben ennek ülőtő. Mint ez egy kis őzé. Ez amilyen nagy. Jó kis mocsoros víz. Ja. Hát ebben meg ilyen kis madarak járnak. Szóval, ja. Jó, gyerekek! Nem szeretitek a percet? Jó, ebbe rakom bele, ez már biztos. Ebbe fogom belerakni. Legalább a kicsit megbírjam fogni, és ez itt jó, úgy lesz, hogy csak már a kicsit megpróbálom. Ha pont a kicsit fogom meg. Mekkora egy kutya? Vagy nem tudom, kutya lehet, nem? Mondjuk én azzal nem szeretnék találkozni. Kicsi ebbe úgy el lehet. Nem, el lesz az itt vagy. Nem, még nagyobb. Nem tudom magamtól döntést hozni. Vagy ott hagyom inkább őket, nem? Az a legjobb. Persze, az inkább ott hagyom. Várjátok, be kell tűrni. Cipőfűzöm. Jaj, Istenem. Jó, fáj. Szegény van cipő.
Ja, amúgy vissza is kéne érnem, mert 5%-on vagyok. Szóval szerintem azt még ott lekapom, és hát megpróbálom levideózni, és visszamegyek ugye a falon keresztül, és ha látok valamit, gyorsan bekapcsolom, és akkor igen. És akkor mi van, ha látok valamit, ott fogok elköszönni, meg elmondom a mondandóm, szóval igen, majd ott találkozunk. Na, hát itt is vagyok, gyerekek. Mindjárt ott leszünk a helyszínen. Szóval igen. Gyorsan, mert lemerülök, az nem lesz jó. Szóval, ja, sietek. Nagyon sietek te. 100%, 5, jó, mert mindig 5%. Pacik ez a telefon, nagyon. Igaz, de fel se töltöttem, mert nem tudtam, hogy el fogok jönni videózni, de... Bocsánat, gyereket, csak látom a videó. Szóval, nem tudtam, hogy ki fogok jönni. Hát de mivel néztem YouTube-ot, ugye néztem az én csatornámat is, nagyon feliratkozom, meg az ilyesmik, és tudom, kéne csinálni videót. És persze. Ne már! Ne! Engedik le, de mit csinálnak? Mit csinál? Mit csinálsz? Ne! Emma! Hát, gyerekek, egy baj van, engeditlen, és nem látom a halakat. Na már. De viszont holnap újra töltik, szóval. Ja. Holnap újra töltik, szóval semmi gond. Na mindegy. Majd jelentkezek, ha látok valamit. Na hát, sziasztok gyerekek, én itt, ugye Robi vagyok. És hát lemerült a telefonom útközben, szóval igen. De én kiköszönnék a videóból, szóval ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozzatok föl. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok! Szia, Matyi!